Már tesztelik az EKVI dolgozói, hogyan kell a magas nyomású, nagy hőfokú eszközökkel fertőtleníteni. Egy EGRI cég ajánlotta fel a városnak, hogy a felszereléseikkel megtisztítják a dobóteret. Hétfőn ki is próbálták az EGRI közszolgáltatások városi intézményének munkatársai, hogy a következő napokban hogyan alkalmazzák a magas nyomású berendezéseket. Ezek 80-90 Celsius fokon nem csak tisztítanak, hanem fertőtlenítenek is, ami nagy segítséget jelent a városnak. Most egyfajta kísérlet zajlik, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabbak lenni. A felajánlás mellett természetesen az önkormányzat is fogja a közutakat, a járdákat, azt már vegyszeres fertőtlenítőgépekkel folyamatosan takarítani. Nyilván az időfüggő. Itt azt mondták a kollégák, hogy a forró víznél lényegében teljesen mindegy, hogy esik-e az eső vagy nem. A magas hőfokú fertőtlenítést a napokban végzik el, ennek gyakoriságáról később döntenek majd. A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai hamarosan pedig a város több pontjának fertőtlenítését végzik, azonban ez már csak száraz időben lehetséges.